Az idei Media Hungary előtt felkerestem pár előadót, és feltettem nekik egy körkérdést. Mi az, ami a mostani konferencián nagyon téma lesz? Mert rendbe kell tenni a fejekben, mert mindenki erről beszél, mert benne van a levegőben. Rengeteg egy irányban mutató választ kaptam, de voltak olyanok is, akik egyébként tabu kérdéseket feszegettek. Sőt, páran teljesen más gondolnak a mostani helyzetről. Ha nagyon eufemisztikusan akarok fogalmazni, hogy egy meglehetősen visszafogott helyzetben éljük az életünket. Nagyon-nagyon beszűkült a piac, mindenki küzd a túlélésért, és hogy ebben a helyzetben hogyan lehet túlélni, milyen technikák vannak, milyen módszerek vannak, milyen eszközök vannak, milyen jó irányok vannak, ez szerintem most a legégetőbb kérdés. Hogyan találjuk meg a kivezető utat a válságból, és ennek a válságnak a médiára nézve mi lesz a következménye? Panaszkodásról fog szólni. Ez a úristen, de szörnyű, hogy így meg. Ugye hozzá voltak szokva a magyar médiában dolgozó emberek ahhoz, hogy egy növekedési környezet, egy növekedési pályán vannak. Tehát egyszerűen évről évre több hirdetés, nagyobb a torta, és ehhez képest most ez megváltozott. Úgyhogy biztos, hogy nagyon sok minden fog erről szólni, hogy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel. Mindenki elmondja majd a saját panaszait, fájdalmait, de emellett azért remélhetőleg legalább ennyire az útkeresésről is fog szólni, meg arról, hogy mi ezt próbáljuk, mi ezért, meg ezért leszünk nagyon jók. Úgy általában nem szoktam érteni, hogy mi értelme ennek az egész panaszkodásnak, hiszen még mindig azért most gondolkozunk a Mandinerre romániai piacra lépésben, átnéztük, hogy néz ki a romániai médiapiac. Egyrészt ott jobban megütötte maga a válság, és jóval nagyobb zuhanást produkált, meg hogyha az online nézzük, a 2011-es magyar online médiapiac még mindig abszolút értékét tekintve kétszer akkora volt, mint a román, vagy a romániai, annak ellenére, hogy ugye kétszer akkora népességű országról van szó. Tehát akkor ez egy relatív négyszeres különbség. Úgyhogy sok esetben úgy érzem, hogy legalábbis túlzóak a panaszok, és túlzott az önsajnálat.